Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legfontosabb gazdasági kérdéseiről tárgyalt péntek délelőtt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a megyeházán. Az eseményen szó volt a régió fejlesztési lehetőségeiről és munkaerőpiaci helyzetéről. A tárcavezető a tárgyalást követő sajtótájékoztatón arról beszélt, a gazdasági fellendülés és a munkahely teremtés záloga Észak-Kelet-Magyarországon az ipari fejlesztésekben van. Ami az országnak ezt a részét iparpolitikai szempontból, gazdaságpolitikai szempontból felértékeli, az az erőteljes iparfejlődés, ami az elmúlt néhány évben jellemezett bennünket. Az országban van egy generálisan Észak-Nyugat-Magyarországról, Dél-Kelet-Magyarország irányába történő iparosodási folyamat. Ennek jelen pillanatban a legnagyobb haszonélvezője ez pontosan az országnak az észak-keleti része, Nyírség, Hajdú-Bihar megye. De a számokban ez még nem látszik, hiszen még a mai számokról beszélünk, viszont egy év múlva, amikor azok a beruházások, amiket most tervezünk és épülnek, elindulnak, akkor gyakorlatilag az országnak az egyik legiparosodottabb részéről beszélünk. A tárgyaláson központi téma volt a Záhonyi vasúti átrakó fejlesztése. A miniszter azt mondta, a magyar-ukrán határon fekvő vasúti logisztikai központ jelenlegi kapacitását megötszörözheti a közel 200 milliárd forint értékű beruházás. A tárcavezető hozzátette, ezzel a fejlesztéssel Magyarország szerves része lesz az Ázsia és Európa közötti vasúti áruforgalomnak. Amikor a kormány néhány évezet úgy döntött, hogy a Pireusz-Budapest vagy Pireusz-Magyarország vasúti kapcsolatot létrehozza, akkor ezt a döntést nagyon sok megalapozó vizsgálat előzte meg, és ezeknek a megalapozó vizsgálatoknak az egyik kimenete egy olyan vasúti kapcsolatnak a megépítése, ami Záhonyt összeköti Győrrel, az úgynevezett V0 vasúti kapcsolat. Ez szükséges ahhoz, hogy teljes mértékben ki tudjuk használni azt a lehetőséget, amit a Budapest-Belgrád vasútvonal jelent, illetve tudjunk kapcsolódni ahhoz a belső Kína, Nyugat Kína, Kazasztán, Oroszország, Ukrajna keresztül történő a fuvarozási rendszerbe, ami viszont Magyarországot a helyére teszi, vagy Európa közepén, de ha nincs hozzá megfelelő infrastruktúra, akkor ez nem megy. Ennek az egyik eleme az Záhonyi átrakó állomás. A politikus hangsúlyozta, nem elég csupán a vasúti átrakót bővíteni. A hatékonyabb működéshez szükség van a közúthálózat és a nyíregyházi repülőtér fejlesztésére is. A miniszter elmondta, ahhoz, hogy a tervezett fejlesztésekhez helyben legyen munkaerő, nagy szükség van a szakképzés és a Nyíregyházi Egyetem együttműködésére, és azokra a specifikus képzésekre, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerőpiaci igényeihez igazítanak.